A Bükki Nemzeti Park igazgatósága és a Bródy Sándor könyvtár új előadássorozatot indít útjára természetmegőrzési műhely címmel. Az előadások célja az aktuálisan felmerülő természetvédelmi problémák ismertetése és megvitatása. A havonta jelentkező előadássorozat első részét január 30-án tartották, amelyen Smoczer András kutatási szakreferens és Haag Flóra természetvédelmi ügyintéző az inváziós fajok szerepéről, azok visszaszorítási lehetőségeiről beszélt. Most erről készült összeállításunk következik. Nagyon örültünk a Bükki Nemzeti Park megkeresésének, hiszen mi egy folyamatosan zöldülő könyvtár vagyunk, nem nevezhetjük még magunkat teljesen zöld könyvtárnak, és akkor jogos a kérdés, hogy mitől lesz könyvtár zöld. Hát nem attól, hogy tele rakjuk virágokkal és növényekkel, hanem egy tudatos szemléletváltoztatást próbálunk kieszközölni az olvasóinknál, a használóinknál, és ennek a szemléletváltoztatásnak egy része az, hogy ilyen jellegű programokat hozunk be a könyvtárba, és nagyon örülünk minden ilyen jellegű megkeresésnek, hogy az irodalmon túl, a könyveken, az olvasmányokon túl ezek is szerepet kapjanak a mindennapjainkban. Nagyon várjuk ezeket az előadásokat, hiszen ilyen ismeretterjesztő előadás, ugye nem olyan sok van a könyvtárunkban, de szeretnénk erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben. Látjuk, hogy milyen változások történnek körülöttünk a világban, és hogy milyen gyorsan kell reagálni ezekre a változásokra, és nem lehet elég korán kezdeni a szemlélet, változás, és ezért nagyon örülünk az ilyen jellegű programoknak. Ennek az újonnan induló rendezvénysorozatnak a természetmegőrzési címet adtuk. A műhely szó utal arra, hogy egy kicsit ilyen fórumos, párbeszédes jelleget képzeltünk el, tehát a témák mind valamilyen természetvédelmi, olyan témához kapcsolódnak, ami ugye problémás lehet így a természetvédelemnek a területén, és olyan célcsoportokat céloz meg, akik hozzá tudnak tenni, mind párbeszéd szinten, vagy akár csak, hogyha érdeklődnek ez iránt a téma iránt, és eljönnek ide, azáltal közelebb kerülhetnek ezekhez a témákhoz. Mi a Bükki Nemzeti Park igazgatósággal találtuk ki ezt a rendezvénysorozatot, hogy jó lenne, hogyha egy ilyennek teret adhatnának, és nagy örömünkre szolgált, hogy a Bródy Sándor könyvtár partner volt ebben, és otthont adott. A mai előadásnak egy nagyon izgalmas címet adtunk, ez a jó, a rossz és a csúf és a szőrös, nem olyan jó barátaink, inváziós témában lesz a mai előadás. Ez a mai világot egy egyre inkább érintő probléma, tehát mind az inváziós növény, mind az inváziós állatfajok, ha csak kimegyünk a környezetünkbe, ott is találhatunk ilyen fákat, növényeket, és erről lesz most itt szó. Az emlős állatos részét fogom megtartani, ez még szerencsére egy kisebb cipőben járó probléma a növényekhez képest, ugyanis kisebb egyetszámban élnek itt olyan inváziós állatok, gondolok itt például a mosómedvére, akit mindenki ismer, vagy a nyestkutyára, ami hogyha, hát ők, hogyha elszaporodnának, azokat a problémákat szeretnénk szembesíteni, hogy ez miért nem lenne ideális. Tehát nagyon aranyos egy mosómedve, szerintem is nagyon bájos, viszont nem itt van az élőhelye, kiszorítja az őshonos fajokat, eleszi az őshonos fajok elől a táplálékot, és hogyha ő itt megtelepszik, vagy nagyobb egyetszámon képviseli magát, akkor sajnos problémákat okozhat a jövőben. A inváziós témában a faunára gyakorolt hatásuk még így európai szinten mondhatni egy kicsit alulkutatott. Vannak rá példák, vannak modellek és bizonyos esettanulmányok, hogy milyen negatív hatásokat okoztak ezek a fajok az élővilágban, de itt még az országos szinten az adatgyűjtésnél járunk egyelőre. Tehát ismerjük a fajt, ismerjük az ökológiai tulajdonságait, biológiai tulajdonságait, azt, hogy milyen problémákat okozhat ugye a természetben, de még sokat kell róluk nyilván tanulnunk, meg sokat meg kell őket figyelnünk ebben a környezetben itt nálunk. Aztán reménykedjük benne, hogy
van olyan, amit meg lehet előzni, sok olyan probléma van, amit meg lehet előzni. Ez a most induló rendezvénysorozat, a Bródy Sándor könyvtárral úgy beszéltük meg, hogy januártól májusig fog az első etapja tartani, és minden hónapban egy nagyon izgalmas témával készülünk. Február végén például az orchideákról, a bükkorchideáiról lesz egy nagyon jó előadás, ott is, hogy természetismereti, természetvédelmi vonatkozásokban ugye milyen problémák lehetnek ezekkel a növényfajokkal, és már minden hónapban megvan a tervünk. Első részben májusig várunk sok szeretettel mindenkit, utána pedig majd, hogyha sikeres lesz ez a rendezvénysorozat, akkor ősztől szeretnénk folytatni. Számos olyan inváziós növényünk van, amelyik borzasztóan szép. Nyilván nem véletlen, hogy ide került, nagyon szeretik az emberek a kertjükbe beleültetni, onnan kivadulna, és még akkor is megkímélik, mert gyönyörű szép és sárgán virágzik a patakparton, ne nyúljunk hozzá, ez biztos, ami nagyon szép, értékes növény lesz. És ugye a filmből is kiderült, hogy a szörnyeteg valójában nem szörnyeteg, a szépségről talán nem derült ki azt, hogy nem szépség, de azért nyilván azt szeretném, az előadás végén betettem egy hasonló diát, amiből az jönne le, hogy nagyjából ugye az emberben benne van az, hogy mindent feketén-fehéren lát, jó és a rossz küzdelme, holott azt kéne látnunk, hogy nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk, és az élet sok esetben szürke, és sok mindennek vannak pozitív és negatív hatásai, és amikor mérlegre tesszük ezeket, akkor akár még az inváziós növényekről is egy árnyaltabb kép tud kialakulni, azon kívül, hogy menjenek a természetvédők, és írtsák tűzzel, vassal őket.